Régi új névadó szponzora van a Falkó kosárlabda csapatának. A szombathelyi optikai cég már tavaly is támogatta a sárga-fekete kosarasokat, és az előző szezonban nyújtott gyengébb szereplés ellenére is úgy döntött, hogy a továbbiakban is a csapat mellett marad. Korábbi évek gyakorlatának megfelelően szeretnénk továbbra is támogatni Szombathely városának élsportját. A Falkót pedig megtiszteltetés ugye névadói szponzorként támogatni. Elégedettek voltunk az előző éveknek a együttműködési szerződésével, ezért hosszabbítottuk meg. A sárga-fekete klub számára mind anyagilag, mind pedig erkölcsileg fontos a szponzorok, támogatók segítsége, jelenléte. Anyagilag egy biztos hátteret havi szinten folyósítja a támogatását a Trendoptika, és másik, hogy erkölcsileg pedig egy elmúlt szezonbeli gyengébb szereplés után kitart a csapat mellett, ez óriási erőt ad a klubvezetésnek is, az edzőnek is, a játékosoknak is, hogy továbbra is bíznak a csapatban, bíznak a vezetésben. A szombathelyi kosárlabda csapat a következő szezonnak nagyobb költségvetéssel fut neki, mint az előzőnek. Ennek oka, hogy a Falkó nem csak az NB1A, hanem a B csoportjában is indít egy gárdát. A klub legnagyobb támogatója természetesen a városi önkormányzat marad. Én azt megígérhetem önöknek, hogy a következő bajnokságban is, mivel 100%-os, ugye tudjuk, hogy 100%-os önkormányzati tulajdonú a kosárlabda csapat, a város vállalja és mögé áll a csapat mögé, tehát a következő bajnoki szezon biztosítva van. A sajtótájékoztató keretében a Falkó KC újabb két esztendővel hosszabbította meg Váradi Benedek szerződését. A klub célja, hogy a többi korosztályos válogatott játékos kontraktusával ugyanezt tegye meg.